A választásokon való részvételre buzdítják a fiatalokat az Országos Magyar Diákszövetség és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség vezetői. Hangsúlyozzák, a mostani döntésünk határozza meg a jövőnket. A következő 4-5 év befolyásolja a jövőnket, ezért nagyon fontos fiatalként elmenni szavazni, vélekedik Hatos Attila, az Országos Magyar Diákszövetség elnöke. Ezzel a lehetőséggel most kell élni, mert ha nem tesszük, később megbánjuk, tette hozzá. Fontos, hogy a fiatalok is szerepet vállaljanak, és hogyha nem is magával azzal, hogy részt vesznek a politikai életben, hanem azzal is, hogy elmenjenek szavazni, és bizalmat szavazzanak azoknak a pártoknak, azoknak a személyeknek, akiket ők az elmúlt időszakban a kampányban meggyőzték. Úgyhogy mindenképp biztatok minden egyes fiatalt, hogy menjenek el szavazni. László Petra, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség elnöke azt üzente a fiataloknak, hogy éljenek a szavazati jogukkal, hiszen ez nem csak állampolgársági kötelesség, hanem fel kell mérni a választások tétjét, és folyamatosan kell azon gondolkodni, hogy mi lenne a legjobb a fiatal generációnak. Elmondta, ez egy jó lehetőség, hogy változtassunk a mostani helyzeten. Nagyon fontos elmenni szavazni, és olyan személyekre szavazni, akiknek szívügyük az oktatás, akik foglalkoznak azzal, hogy az egyetemistáknak például milyen problémáik vannak, és minőségi javaslatokkal jönnek erre, úgyhogy tájékozottan, de mindenképpen menni kell szavazni. Az, hogy milyen lesz a felsőoktatás, milyen lehetőségei lesznek az egyetemistáknak, és mi vár rájuk majd, ha munkavállalók lesznek, azt is a következő választás fogja eldönteni, fogalmazott.